A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy öv van a kezemben, amelynek felirata Hosszú út. Ez egy stílus, amely az egyik vendégem stílusa, ugyanakkor mindkét vendégemre jellemző, hogy hosszú út. Egy olyan utat választottak, amely meglehetősen hosszú, küzdelmes, ugyanakkor meg annyi sikert ígér természetesen akkor, ha valaki méltósággal, felelősséggel teszi a dolgát. Ebben a sportágban, ami egészen különleges számunkra ma is. Hegedűs Ferencet, a vendégemet azt hiszem, hogy mindenki ismeri, nem csak a saját sportágában, választott sportágában, hivatásában, ha úgy tetszik, hiszen ez már hivatásszerűen a tiéd, hanem azért is, hiszen az elmúlt időszakban már volt számtalanszor a vendégünk egy-egy siker kapcsán. És itt van velünk Szabó Mónika, akire szintén a világ vár. Csókolom a kezét, szép jó napot kívánok! Az indítatásra kell, hogy beszéljünk, hiszen a küzdősportok világa azt hiszem, hogy kellő módon bemutatható ugyan, de nagyon-nagyon fontos az egyén, az a személyiség, aki vállalja azt a rengeteg munkát, stílust, és végül is megerősítést nyert ebben. Úgyhogy beszéljünk arról az útról, de először talán essék szó erről a kupáról, mert hogy azt hiszem, hogy ennek is egy fantasztikus története van. Hát igen, 2022 júniusáról van szó, ez a Hall of Fame, a halhatatlanok díja, a halhatatlanok csarnoka, kint Anglia, London, az Erzsébet királynő díja, ami a legnagyobb európai díj, tehát Európában a legmagasabb szinten jegyzett, a világon a második legnagyobb szeminárium. És aki ezt megkapja, az ugye felkerül a halhatatlanok csarnokának a csarnokába, felvésik a nevét márványra, annak a megfelelő élet, tehát 2022-ben például a student díj, aki ugye Tátrai Dávid kapta meg ezt a díjat, az egyik nagyon kiváló tanítványom, és ő ezáltal fel is írta magát a London Hall of Fame-be, mármint a csarnokban az arany betűkkel felvésik a nevét. És ugyanígy akkor még annó, még itt voltunk Horog Istvánnal is, a Singemmel, most már Sing, most már második damos mester lett, úgyhogy elég szépen fejlődik. És ami a lényeg, hogy ő is ugyanúgy megkapta a mesteri fokot akkor. Az instruktori cím az egy kicsit nagyobb, mint a mesteri fok. És azt jelenti, hogy a mester és az instruktor között az a különbség, hogy a mester az egy iskola mestere, és abban mindenképpen jó dolgokat tud már elvégezni tanítással is. Viszont instruktorként viheti már külön-külön máshova, kívülre, külföldre az iskolát, és mutathatja, hogy milyen technikák és milyen válfaja van az iskolának, hogy miben hatékony. Na most... Hát igazából beszélünk a Hall of Fame-ről, ami a legfontosabb, hogy ez a legcsillogóbb, tehát a legnagyobb és a legcsillogóbb, ami a világon létezik, a Hall of Fame. Ez akár Amerikát nézzük, akár itt Magyarországot, vagy bárhol. Teljesen mindegy, hogy a világ milyen táján vagyunk. Egy biztos, hogy én arra vagyok büszke még nagyon, ezt még el akarom mondani, hogyha nem baj, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én 2017 és 16 között én megkaptam Amerikában az első 10 közé a harcművészetit. Tehát ez azt jelenti, hogy besoroltak engem az első világ legjobb 10 közé, és hát én akkor meglepődtem. Én akkor azt hittem, hú, de jó, mert én akkor első vagyok, de jó nekem. És hát nem így történt, nem az első voltam, hanem a 10. voltam a 10 közül. De azt azért tudni kell, hogy 10-ben bent lenni a világon,
az nagyon nagy szó. Motiváció mindenképpen. Így van, így van, így van. Mint hogy én azt hiszem, hogy a mester és a tanítványok kapcsolata is egy olyan motiváltságban rejlik, hogy minden nap és minden egyes nap elindult, ahogy elindult ezen az úton, megerősítést nyer, hogy érdemes. Tehát beszéljünk önről, Anikó, hiszen egy fantasztikus sikert ért el. Ha most ezt elmondja, majd utána az odavezető útról kérdezem, mert azt hiszem, hogy ez mindenképpen egyedi és példaértékű. Nem volt ez ilyen egyértelmű, mikor én ezen az úton elindultam, mert nem harcművészetet akartam tanulni eredetileg. Én a mesteremmel ugye egy házban laktam akkor, és én arra kértem őt, hogy egy olyan technikát tanítson nekem, amennyibe lehetséges, amivel a stressz meg a feszültséget ki tudom magamból vezetni. És egyszer mutatott nekem egy tájcsi gyakorlatot, ami már szinte azonnal érezhető volt, amint elkezdtük csinálni, hogy lassul a légzés, lassul a szívverés, tehát hogy folyamatosan ez a megnyugtató állapot létrejön. És akkor utána mondta, hogy menjek ki akkor egy edzésre. És hát kimentem egy edzésre, és tulajdonképpen ott ragadtam. Tehát ez volt az indítatás. Igen. És melyik volt az első pillanat, amikor úgy gondolta, hogy ezzel érdemes, úgymond, nagyon is idézőjelben komolyabban foglalkozni, hiszen aki küzdő sportot űz, az tudja, hogy minden egyes pillanat komoly. Tehát fegyelem kell, megerősítés kell napról napra. Hát egy évvel ezelőtt kezdtem el, és körülbelül így fél éve, amikor elkezdtük így komolyabban a nyújtásokat, a rugásokat tanulni, akkor hát elég erős és elég komoly edzések voltak, és szinte minden edzésen rájöttem arra, hogy meg tudom haladni magam. Tehát, hogy olyan dolgokra vagyok képes, amire eddig nem is gondoltam volna, hogy képes vagyok. És akkor gondolkoztam el rajta, hogy lehetne ebből valami komolyabbat is csinálni. Hogy fogtak munkához? Az rendben van, tehát a mestert kérdezem, rendben, a tanítvány úgy gondolja, hogy sokkal többre képes, és komolyabb munkát szeretne önmagának, hogy elérhető mindaz a magasság, ami azért azt hiszem ebben a sportágban elég messze van egy köznapi embernek. Hogy indul a munka, amikor már kifejezetten a csúcs a cél? Hát ez úgy indult el, hogy elkezdtünk ugye gyakorolgatni. Szépen gyakoroltunk, tanult, Monika tanult a tangyakorlatokat, egyes tangyakorlat, kettes tangyakorlat, ez a karva, illetve a bagoly tangyakorlatról van szó. Az egyik az 13, másik 36 lépés technikából áll. És amit tudni kell, hogy egy iskola akkor iskola, hogyha van tangyakorlata. Tehát ha van kümüti gyakorlata, tehát láthatatlan ellenfelekkel kümütézni, mert ha nincs neki tangyakorlat, akkor nem iskola. Mert nem tud fejlődni. Na most abban a pillanatban, amikor a Monikával gyakoroltunk, akkor rájöttem arra, hogy vannak olyan dolgok, amit egy átlag meg tud csinálni, és tud fejlődni benne. De viszont Móniban nem ezt láttam meg, hanem azt láttam meg, hogy vannak olyan dolgok, amit már jobban csinál, mint egy, majdnem egy profi. Na most ez már eléggé durva ilyen szempontból. Tehát a tehetség és a tehetség az azonnal kitüremkedett? Abban a pillanatban kijött. Tehát amikor hogy elkezdtük a lazítást, a lazítással kezdtünk, és akkor lazítunk, és akkor egyszer csak azt hiszem, hogy én csigával lazítok. Tehát én az ősi hagyományt megtartottam, és én csigával lazítok, ami annyit jelent, hogy fel van rakva egy csiga, rámegy a kötél, bele van téve a láb, és felhúzom a lábat, és ott nincs olyan, hogy azt mondja, hogy nem tudom megcsinálni, ott megy fölfele a láb. Tehát ön hogy élte meg ezt a folyamatot? Tehát már akkor folyamatnak gondolta? Tehát kevésnek tartotta, hát ezzel a kezdeteket? Ezzel kezdődött. Akkor, amikor először talán a csigát megtapasztaltam, úgymond, akkor jöttem rá, hogy többre vagyok képes, mint amit én eddig gondoltam magamról.
mert hogy fölment a lábam, fájdalmas volt, de fölment a lábam. Tehát ez volt az első lépcső. Ez volt az első. Hogy folytatódott, hiszen ez elhatározás kérdése is mindenképpen? Igazából nekem ez egy ilyen, hát mondhatnám azt, hogy egy ilyen belső késztetés. Nem nagyon tudom megmagyarázni. Azt érzem, hogy ezt csinálnom kell. Tehát ez tulajdonképpen fejben dől el. Igen. Mert azért nyilván a fizikai készségeknek, képességeknek van határa, mondom én, de ha valaki eldöntötte, hogy ezt szeretné, és meg is tudja csinálni, nagyon és sokat segít. Ez sokat segít? Igen. A Molinál nincs elhatár. Mennyit kell ezzel foglalkozni naponta az edzéseken túl? Hiszen nyilvánvaló, ez a teljes életmódra, életvitelre rányomja a bélyegét. Tehát bizonyos értelemben úgy ad egységes egészet, gondolom én. Hát igen. Én annól, amikor én ugye a pengélyen dolgoztam és csináltam a feszültségeket, tehát úgymond mindenkinek a feszültségét, mert ugye mindenki azt mondta, hogy hát a hegedűs meg tudja csinálni. Hát vagy megcsinálja, vagy nem. A fogadásokat kötöttek az emberre. Tehát ez egy ilyen fura dolog, hogy így kimondom itt most a stúdióban, de sajnos ez így működik, hogy az ember, amikor a csúcsokat dönt, akkor azokat a csúcsokat az emberek szeretnék azt látni, hogy igen, vagy nem. Tehát két lehetőség van, úgy, mint a harcművészetben. És amikor ugye elkezdi az ember, akkor ugye először csak azt hiszi, hogy 2 órát gyakorol rajta. 2 órát dolgozik vele. Nem igaz, hanem elkezd dolgozni vele 3 órát, 4 órát, 6 órát, 8 órát, és az agy már 24 órát dolgozik. Tehát ilyen nincs, hogy leáll. Tehát nem áll le az agy. Tehát amikor én készültem fel, és egy hét volt vissza mondjuk egy rekordomnál, akkor én már egy hét alatt, én 24 órában 24 órát abban foglalkoztam. Agyban. Világos. Ez a folyamat önnél is megjelent? Hiszen ez egy fontos mindenképpen a hétköznapokon. Most már igen, igen. Tehát sokszor van az, hogy a munkahelyen is lemegyek egy olyan pozícióba mondjuk, ami... Egy mábuba. Egy mábuba, igen. Tehát ott is van így, hogy tehát, hogy folyamatosan napi szinten, szinte az egész napomat kitölti. Tehát ez egy egységes gondolatban, egész. Tehát ez főleg. Megjelenik a hétköznapokon is. Igen. Mennyit kell edzenie ahhoz, hogy mert rövidesen odaérünk ehhez a csúcsdöntéshez, ami azt hiszem, hogy abszolút egyedi, hiszen itt a műsor előtt beszéltünk arról, hogy azért ezek fontos pillanatok mindenképpen, hiszen a siker megerősít, ezt sokatszor mondom. Egy karatést, egy harcművészetest pedig mindenképpen. Tehát mennyit kell edzenie? Hát heti 3 edzés van, amit közösen csinálunk, és akkor minden este otthon én külön nyújtás, a spárga, ezeket mindig, minden nap csinálom. Mi szerepel egy edzés fókuszában? Az edzés fókuszában mindenképp szerepel az, hogy ő jól érezze magát, az első. Laza legyen, tehát a második. A harmadik pedig önuralma meglegyen. Tehát az önuralom nagyon fontos. Ha valaki nyugodt, akkor mindig tud jó döntéseket hozni. Ha valaki feszült vagy ideges, ebbe beletartozik minden. Tehát ebbe beletartozik az, hogy például én letettem egy kanalat, és nem tudom, hova tettem, mert abban foglalko, ilyen nincs. Olyanban, hogy határozottan figyelek mindenre. És minden benne van. Szépen ilyen, van egy szekrény, amiben fakukba bele van osztva minden, hogy mit, mikor csinálok és miért csinálom, és akkor utána már saját magam tudom rendszerezni. A Móninak meg kell tanulnia ezt alkalmaznia. Hogyha ezt fogja tudni alkalmazni, akkor lesz a tökéletes. Tehát amíg nem lesz olyan tökéletes, hogy a szekrényben a fakok minden helyén van, amíg ez nincs, addig mindig egy láncszem fog hiányozni. De ez nem baj, mert amikor majd ki fog tornyosulni a végére, akkor már csak egy dolog lesz. Akkor már a szekrényben csak egy dolog lesz, a többi az mindig félre lesz tolva, fölfele, lefele, oldalra, és egyetlen egy dolog lesz, hogy mindent tökéletesen tud megcsinálni, ami kívülálló az életben, és ami benne van, az folyamatosan élpengén van. Tehát folyamatosan becsukja a szemét, megcsináltam a gyakorlatot. Kinyitja. Tehát ez egy nagyon-nagyon precíz, nagyon sok
munka van mögött, rengeteg munka. Tehát ez nem úgy működik, mint hogy ha valaki elmegy a világbajnokságra, megnyer a világbajnokságot, és én vagyok a király. Ez nem igaz. Egy évig lehet. Tehát ez egy folyamat. Így van, de világrekorder, az csak akkor lesz valaki, hogyha megdöntik. Milyen elsődleges céljai voltak azon túl, hogy ugye arról beszéltünk, hogy néhány nehézségeken, érzelmi, élettani betegségek mellett, vagy illetve helyett, azért ugye ez is a fejben dől el. Tehát melyek voltak azok a pillanatok, amikor azt mondta, hogy ezen túl van már, és most elindulhat úgy felfelé, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy egy éve kezdte, fél év után pedig már jöttek azok a pillanatok, amelyek megerősítették, hiszen sikert hoztak. Hát első körben én tulajdonképpen egész életemben azt a feladatot kaptam erre az életemre, hogy az önbizalommal kell dolgoznom, és hát elég nehezen ment eddig. És ugye a mester meg a kung fu által én elkezdtem ezt az önbizalmat és a magamba vetett hitet visszakapni. Ez is egy folyamat. Most már azért mondhatom azt, hogy van már annyi önbizalmam, hogy a belső, ami bennem van, amit belül érzek, hogy ezeket a dolgokat megpróbálom, vagy megcsinálom. A kettő együtt már fog tudni segíteni nekem abban, hogy ezen a folyamaton végig tudjak menni, és ami kitűztünk célt, azt a lehetőségek szerint el is érni. Tehát célokat fogalmazott meg, amelyeknek beteljesültek, és utána pedig egyre lépkedett felfelé. Igen. Hol tartott még az elmúlt időszakban? Tehát melyik volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy most már valóban meg lehet célozni a csúcsot, mert szellemileg, fizikailag is kellően felkészült ahhoz, hogy soha nem látott dolgokat vigyen végbe? Hát ez most nem olyan régen, egy pár hónapja. A lazítás után. Tehát egyszer csak jött a gondolat, hogy ezt igen, meg kell próbálni. Igen. És akkor nézzük a közvetlen felkészülést a csúcsig. Ennek is nyilvánvaló, hogy van egy olyan tartalma, ami kicsit többet kell, hogy adjon a maga, a karatés is önmagából, mint addig. Hát most átveszem egy kicsit a szót, mert ez nagyon fontos lesz, amit mondok, hogy amikor van egy tanítványa, és bejön hozzám, és akkor egy tuska megjelenik, és akkor, bocsánat, hogy így mondom, de hát a szobrász is mindenki így csinálja. Elkezdi faragni, és először nem működik. Aztán utána átgondolja, és rájön arra, hogy ez nem is egy fa, hanem inkább egy ékszer. És akkor ez az ékszer talán lehet egy gyémánt, amit csiszolni kell. És elkezdi csiszolni az ember, és rájön arra, hogy ezek a dolgok, amiket csinálunk, folyamatosan jobb lesz. De olyan szinten, hogy a végén már önmaga kéri önmagától, és ami a legfontosabb, hogy minden egyes gyakorlatnál nevetünk. Tehát soha nincs feszültség. Tehát ezt feszültséggel nem lehet megcsinálni. Tehát ha valaki itt feszül, akkor baj van. Tehát tudni kell átlépni mindenet. Ön érezte, hogy rövidesen gyémántá válik? Hát igen, csiszolódom. Volt egy kifejezetten pillanat, hogy igen, most már helyen közel elindultam azon az úton, amit a mesterem meghatározott a gyémántá válás útján. Hát igen, csiszolódom folyamatosan. Borsózok. Jó, ez jó. Hát ő mutatja az utat, én pedig végig megyek rajta. Jó. De ez csak így megy. Tehát nemrégiben volt viszont egy olyan fontos pillanat, ami már valóban a közvetlen gyémántáválást idézi meg, legalábbis a köznapi ember számára. Akkor beszéljünk erről egy kicsit. Hát minden egy gyakorlatot, amit meg kell csinálnia, a csúcs részét, azt neki kell megcsinálnia. Tehát egyet tudni kell, hogy egy mester elkezdi a tanítványát fejleszteni. Szépen folyamatosan emeli fel a létrát, tehát a följebb teszi
a fokokat, és a piramis alsó lépcsőfokáról följut majd valahova a háromnegyed részére a tanítvány. De onnantól már én nem segíthetek. Onnantól kezdve neki kell megoldani a dolgot. Tehát amikor majd ott lesz azon a ponton, amit meg kell csinálni, ott neki kell megoldania. Hogy gondolt először arra, hogy valami olyat csinál, amit még soha senki, egyetlen egy hölgy versenyző sem? Igazából nem volt bennem soha kérdés, hogy, hogy ezt meg kellett csinálnom, hanem egyszerűen eldöntöttem, hogy megcsinálom. És ennyi tulajdonképpen. Tehát ez, amit mondtam, hogy ez egy belső indítatás, tehát nem tudok rá igazából észszerű magyarázatot adni. Jó, és akkor most meséljük el, hogy ez hogy is történt, mármint a gyakorlatban. Hogy mindenki megértse, hogy ez egy mekkora teljesítmény, amiről még nem beszéltünk ugye bár. Igen. Hát akkor most akkor beleugorhatunk egy kicsit, hogy ugye én is amikor csináltam, akkor ugye mindenki tudja, hogy 6 baseballütőt rúgtam el zsipcsonta, egyetügyeként a világon, de ez fent is van a világhálón, mindenki elolvashatja. Azóta próbálták megoldani ezt a dolgot, de aztán nem jött össze, és azóta abba is hagyták. Tehát úgy néz ki, hogy sikerült az, amit én szerettem volna, hogy békén hagyják ezt a dolgot. Igen ám, csak van egy üres tér, amit úgy nevezünk, hogy ugye yin-yang, a yin-yang, és az akkor tökéletes, hogyha a belső, tehát a lágyság megtalálja a keménységet. Na most a lágy, az általában ugye a nő szokott lenni, a férfi a kemény. És harcművészetben is ugyanúgy kell a lágy, a kungfuban is ugyanúgy kell, és minden küzdősportban kell a lágyság. Na most ezt megtalálni nehéz, mert a világon nagyon nehéz abban a per pillanatban megtalálni valakit, aki tudja, hogy meg fogja tudni csinálni. És biztos vagyok benne, hogy megcsinálja. És te megtaláltad. És én megtaláltam. Méghozzá önben. Igen. Erről... Hogy folytatódott? Hiszen erre fel is kell készülni. Igen, hát elmondta a mester, hogy ez mivel jár. Hát vannak veszélyei nyilván. Nagyon sok veszélye van. És akkor pontosítsunk, hogy ez melyik ez a gyakorlat. Amit hát, még hölgy soha nem csinál. Hát első körben az, hogy egy baseball ütött készülök elrúgni. Egyedüliként. A világon. Nőként. Nőként, így van. Miként lehet erre készülni? Azon felül, hogy nyilván az alapgyakorlatok és az összes, de ez kellően speciális ahhoz, hogy nyilván kell hozzá más is. Tudományosan kell kezdeni. Tehát először a szervezet, csontozat, és utána jöhet minden más. Ha ez tökéletes, akkor utána jövünk mi. Készen áll? Úgy érzem, hogy igen. És akkor mikor számolhatunk be arról, hogy rendben van, egyedüli hölgyként ön az, aki... Na most ez fél év. Ez egy olyan dolog, hogy ugye mindenki azt hiszi, hogy ez rögtön fog történni. De ezt hozzá kell tennem, hogy ez az idő, ez hamar el fog jönni. De mégis kell egy szeptember is még egy. Tehát el kell érnünk ezt a pontot, hogy ő neki tökéletes legyen. Tehát az nem elég, hogy én most fogom, felkészítem, és akkor rögtön meg akarjuk csinálni. Mert akkor ugyanoda oda esünk, ahova a japánok, vagy a kínaiak. Mert amikor a japán azt akarta, hogy mint emberként eltörni, nem sikerült, eltörte a lábát. De a kínai ugyanígy történt. Mindenki ugyanígy törte el a lábát. A Moninak nem mint emberként kell odaállnia. Én ezt elmondtam nálam is. Hanem úgy kell odaállnia, hogy meg kell tanulni a Wushin állapotot. A Wushin állapot a legnehezebb állapot, amit meg kell tanulni. Ez egy érzelmi világ, amit ő neki teljesen tökéletesen tudnia kell. És amikor én azt látom, hogy a Moninál teljesen tökéletesen működik a Wushin, akkor tudom, hogy meg fogja védeni majd. Tehát jó úton jár, igen. Ezt megerősíthetjük. Igen. Én pedig bízom abban, hogy amikor ez megtörténik, akkor erről kellő időben be fogunk tudni számolni ez magunk biztos, is. És hát ilyenkor mit szokás kívánni egy hölgynek, a hétköznapokra, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ezek a hétköznapok bizony munkával telnek. Hát igen, dolgozom rendesen, de hála Istennek elmondhatom, hogy most már eljutottam abba az állapotba, hogy a gyerekeim felnőttek, és a munka mellett meg ezzel tudok most már foglalkozni. Így büszkék az anyukájukra.
Nos, hát akkor én ehhez kívánok minden jót, és azt pedig ígérhetem, hogy természetesen erről beszámolunk. Így van, így van. Mi pedig fogunk találkozni, kedves nézőink, hiszen Hegedűs Ferenc egy másik tanítványával is fogunk beszélgetni, aki meg is a mesterhez hasonlóan fantasztikus sikereknek ad teret. És hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, hogy megtiszteltek. Köszönjük szépen. Fogunk találkozni még, mondom, szinte bizonyos vagyok benne, hogy sikert kívánva, és illetve a sikerről beszámolva fogunk beszélgetni legközelebb. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Hegedűs Ferenc és Szabó Mónika volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a legközelebbi adás után is. Minden jót, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.